rendhagyó módon alkalmi kiállítással indult a képviselőtestületi ülés május 29-én. A kazincbarcikai goblen öltögető köre mutatta be városunk nevezetes falfestményeiről, épületeiről és szobrairól készült alkotásait, melyekkel az ország számos helyén népszerűsítette már kazincbarcikát. A 2016-os évhez képest 23%-kal csökkent a bűncselekmények száma, 747 helyett 575 bűneset történt az elmúlt évben. Ez jelentős javulás, derül ki a kazincbarcikai rendőrkapitányság a város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójából. Az elmúlt 8 év alatt folyamatos és markáns csökkenés látható szinte minden típusú bűncselekmény számában Kazincbarcikán, mondta el a beszámoló kapcsán dr. Toldi Tóth Gábor, a kazincbarcikai rendőrkapitányság vezetője, aki kiemelte, hogy a kazincbarcikai önkormányzati rendészet, a polgárőrség, a bűnmegelőzési vagyonvédelmi alapítvány közös munkája kellett ahhoz, hogy ilyen sikeres évet zárjanak. A lakosságot az illetékességi területen lévő 22 településen kérdőívek formájában kérdezték a rendőrség munkájáról. Kazincbarcikán az 5-ös skálán 4,56-ra értékelték a helyi rendőrkapitányságot, amely országos szinten is a legkimagaslóbbak közé tartozik. A 3 éve alakult kazincbarcikai önkormányzati rendészet tavalyi munkáját Vince Csaba rendészetvezető foglalta össze, aki elmondta, a rendészet pótolta a rendfenntartásban fellépő hiányosságokat. Az elmúlt 3 év tanulási időszak volt, mindenkinek új volt a rendszer, meg kellett ismerni a szervezetszerű és egyéni feladatokat, a jogszabályokat, a lakosság magatartását. Céljuk, hogy a városvezetés és a lakók is elmondhassák, hogy biztonságban érzik magukat Kazincbarcikán, tette hozzá a vezető. A mai napon több beszámoló az, ami napirendre került, és talán az első és legfontosabb, ami a képviselőtestületnek az egy harmadát az elején már felölelte, az a város közbiztonságáról szóló beszámolók, ahol egyrésztről a helyi kapitányság, tehát a rendőrségi beszámolót hallgathattuk meg, és ott fejtették ki a véleményüket a képviselők, illetőleg ezt követően pedig a rendészeti beszámolót. Egy biztos, hogy az, hogy a megyei rendőrfőkapitány és kapitány úr is megtisztelte a képviselőtestületet és itt volt, és statisztikákról, közérzetekről és arról, hogy a városunk helyzetéről közbiztonságilag megfogalmazta az álláspontját, az azt tükrözte vissza, amit a képviselők is nagy valószínűséggel már előtte is érdemben meg tudtak volna fogalmazni. Magyarán azt, hogy Barcika egy élhető kis békesziget, ahol a közbiztonságba vetett hit, az a rendőrség, rendészet és a rendvédelmi szervek szorgos és nagyon hatékony munkája okán is rendkívül pozitív, magyarán nem találnak és nincsenek olyan kirívó események, amelyek mondjuk botrányosak, vagy a mostani kereskedelmi híradóknak úgy a fő hírét adnák, hanem sokkal inkább az, hogy egy kiegyensúlyozott és nyugodt kis város. Ez az, ami megfogalmazásra került. Kazincbarcika önkormányzatának tavalyi költségvetését az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és az észszerű takarékosság jellemezte. Mindezt alátámasztja az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadás, melyből kiderül, hogy 1,677 milliárd forint maradványjal gazdálkodhat a város vezetése és a képviselőtestület. Egy fontos tétel volt az, azt gondolom, a mai napon, amikor a 2017, tehát a tavalyi év zárszámadásáról beszéltünk, illetőleg erre vonatkozó döntéseket hoztuk meg. Ez ugye pontosan azt mutatja egy önkormányzat számára, hogy a tavalyi évben mennyire volt szigorú, mennyire volt konzekvens, mennyire jól gazdálkodott, amelyeket az év elején célként kitűz, azt mennyire tudja teljesíteni, és milyen olyan fejlesztések, vágyak, elképzelések azok, amelyek megvalósulnak, megvalósultak és megvalósulhatnak. Ebből kapott a testületünk egy csokrot tulajdonképpen most a zárszámadás kapcsán, és annak kifejezetten örülök, hogy a képviselők elismerően nyilatkoztak a tavalyi év gazdálkodásáról. Az anyag készítőit külön kiemelték, hogy mennyire magas színvonalú munkát fektettek bele. Mind a város lobbierjeit, mind a város képviselőtestületét, vezetését, a hozzátartozó intézményeket, vállalatcsoport működését úgy összességében egy nagyon átgondolt és nagyon jól gazdálkodó egységként fogalmazták meg
a képviselők, amit egyhangú szavazatukkal fogadtak el, ami azt gondolom, hogy kuriózum nem csak itt a térségben, hanem országos szinten is, hogy ilyen jellegű vélemény fogalmazódik meg. Az egyértelműen látszik, hogy ahhoz, hogy maradványérték maradjon, ahogy el is mondtam, az több pólusnak kell lenni, először is kell egy felelősség teljes gazdálkodásnak lenni, ami maga a testület, illetve a hivatalban dolgozó pénzügyesek, illetve jegyző és polgármester vezetésével, illetve kell egy olyan közös együttműködésnek, összefogásnak lenni, amiről szintén beszéltünk, hogy úgy gondolom, hogy Kazincz Balcika és a magyar kormány, illetve a mit választott képviselővel való együttműködés alapján én azt érzem, és azt érezzük közösen, hogy megvan a közös gondolkodás és a közös fejlesztés iránti akarat, és ezek az össz dolgok adják azt, hogy Balcika város, én úgy gondolom, hogy pozitívan tud működni, és jó a költségvetése. A márciusban elfogadott költségvetést követően a 2017. évi pénzmaradvány terhére a városatyák további fejlesztési javaslatokat fogadtak el. Folytatódik a sportkoncepció szerinti beruházások előkészítése, egy a jövőbeni vízikomplexum költséghatékony üzemeltetéséhez szükséges energetikai rendszer megtervezése, mobil jégpálya kialakítása, az Irinyi tornacsarnok belső felújítása is a tervek között szerepel. Sportos városként és nemzeti sportvárosként azért nyilván, hogyha pénzről van szó, akkor a testületi üléseken a jövő évi, ezévi különböző finanszírozások, infrastruktúrális fejlesztések is szóba kerültek. Tisztáztuk is, azt gondolom, hogy perspektívikusan, tehát hosszabb távon fektettük le azt a mondjuk úgy időintervallumot, amiben egyrészről majd egy vízi uszoda komplexum, egy jégcsarnok, adott esetben egy röplabda jövőbeni munkaállomása, vagy egy ilyen kis munkaműhelye. Ezzel együtt egyébként egy Irinyi csarnoknak, mondjuk a kosarasoknak egy kis helyi műhelye fog megalakulni, ami nyilvánvalóan azt gondolom, hogy kitörési pont a város szempontjából, az utánpótlásban gyerekeinkbe vetett hitet és nyilván az egészséges életmódot mutatja. Ami azt gondolom, hogy az életünk egyik szerves része kell, hogy legyen, amiben egyébként az önkormányzatunk nagyon-nagyon magas színvonalon, nagyon nagy oroszlán részszerepet vállal. Számomra a legfontosabb kérdések a pénzügyi vonal a zárszámadással kapcsolatosan, illetve a meglévő maradványértéknek az újra úgymond hasznosításával kapcsolatos volt, ami a legörömtelibb számomra, és szerintem minden balcikai képviselőnek, hogy ismételtem több mint másfél milliárd forint ez a pénzösszeg, ami rendelkezésre áll, hogy újabb leosztás legyen. Nagyon örömteli, hogy ismételten a sportegyesületek számon bővült a TAU támogatások tekintetében is, így további olyan részek biztosítva lettek, illetve hogy az uszoda kérdésében is további bővülés figyelhető majd meg, illetve az a kérdés egyáltalán, hogy a fejlesztések terén egyértelműen fejlődni fog a város, úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nagyon pozitív volt a mai testületülés. 40 millió forintból újulnak meg az új kazinci terek, a közeljövőben megvalósuló új 3 kilométeres kerékpárút építésével párhuzamosan a meglévő közel 7,5 kilométeres bicikliút hálózat szükséges részei, járdák, útburkolatok is felújításra kerülnek, parkolóhelyek épülnek, valamint az útburkolati jeleket is újra festik. Egyhangulag fogadta el a testület a Don Bosco Szalézi Társasággal való újabb együttműködés lehetőségét. A szalézi rend évek óta jelen van Kazincz Balcika életében, két középiskolát, kollégiumot és sportcsarnokot üzemeltet, így időszerű és célszerű egy rendház alapítása annak érdekében, hogy a városban különböző pontokon jelenlévő szervezetüket egy helyen tudják összefogni. A kiválasztott 12 ingatlan, melyet a társaság megkíván vásárolni az önkormányzattól, az építők útja 11-19 szám alatt található a Don Bosco kollégium mellett. Az adásvételt követően megújul majd a Völgypark a párhuzamos épület előtti útszakasz, beleértve a közvilágítást, megszépül az épület mögötti zöld terület, mellette pedig egy szalézi parkot alakítanak ki. A szalézi társaság célja, hogy a társasház külső megjelenésén javítson, a tetőteret hasznosítsa, annak esetleges beépítésével, illetve az épületet közvetlenül lövező járdát és csapadékvízelvezetést is rendbe tegye. Ez az ingatlan vásárlás mindkét félnek kedvező, a szalézi társaság egy helyen tudja végezni majd a munkáját, a városlakóknak pedig tovább szépül a lakókörnyezetük, emelte ki a megállapodás jelentőségét Szitka Péter polgármester. A képviselőtestületi ülésről a Color 7. június 8-ai lapszámában is olvashatnak.